Nagyon nagy szeretettel köszöntjük a VNTV Vivonatúra televízió kedves nézőit. Itt 2020 elején egy trilógiát veszünk fel dr. Drábik János kedves vendégünkkel, barátunkkal. Mióta VNTV van, te szinte elejétől jártál ide hozzánk. És ez a 2020-as év azért nagyon jelentős olyan szempontból, hogy Trianon 100 éves évfordulója van, amit a környező országokban sok esetben nagy ünneplésekkel próbálnak ünnepélyesé tenni. Magyarországnak ez nem igazán ünnep, hanem egy olyan borzasztó esemény, ami csak egybe gondolj bele, hogy te éppen nem itt laksz a mostani Magyarország területén, hanem egy kicsit följebb Pozsony mellett egy kis faluban, és egyik napról másra fölébredsz, és már nem Magyarországon élsz, nem mehetsz át a határon, ott vannak a barátaid, majd szólnak, hogy 20 kilót csomagot nagyon gyorsan szedj össze, aztán húzzál innen ebbe az országból, ha nem tetszik. Tehát ez egy borzasztó volt, és ezt nem is tudja az átélni, aki soha nem élt ilyen szempontból, és hogyha ma is egyenlő jogokat kapnának az ott élő magyarok az új regnáló kormány, akkor nem érdekelnek a határok, mert az EU lebontotta a határokat, hogyha viszont az emberek egyenlő feltételekkel élhetnének ezekben az országokban, és direkt nem mondok most neveket, helyeket, bocsánat. Drábik Jánostól először is az a kérdésem van, hogy mielőtt Trianonra visszakérnénk, hogy lehet az ebben az édes drága hazában, és most csak a 82 óta eltelt időszakról beszélünk, hogy itt mindig éjjel-nappal lopnak, csalnak, hazudnak, a következő kormányunkkor megválasztják azt, hogy na majd mi kivizsgáljuk azt, lecsükjük a bűnösöket. Én ellopták a fél országot, leszerették a gyárainkat, tönkretették a gazdaságot, és ezekről soha nincsen szó a felelősségről, kivitte el a pénzt, milyen pénzeket vitte el. És gyakorlatilag, amíg ebben az országban soha sem lesz felelősségre vonás, addig a jelenleg regnáló édesdrága tolvajok is azt hiszik, hogy hát engem se tudnak megbüntetni. És Trianon is valaminek a következménye volt, amiért szerintem még mai napig sem mondtuk ki igazából azokat a bűnösöket, ha ezt a szót használhatom, hogy ez idáig eljuthatott. De először kezdjük itt a mai nap, a mai időszakban, a mai történelmi korszakban, utána vissza tudjunk térni arra borzadájra, amit Trianonnak hívtak. Hát azért voltak kezdeményezések a rendszerváltás idején, hogy valamiféle igazságtétele sor kerüljön anyagi vonatkozásban és egyéb vonatkozásban is, de ezeket már az akkori elit is, akkori hatalmon lévő csoport is megakadályozta. Na most az, hogy miért nincs felelősségre vonás, hát ez egy megválaszolhatatlan kérdés, mert ahhoz, hogy megválaszolható legyen, az egy valódi demokráciára lenne szükség, amely valódi demokrácia az nem létezik. Nem csak Magyarországon nem létezik, sehol nem létezik. És én még ehhez azt is hozzáteszem, hogy amíg ez a magántulajdonban lévő pénzrendszer van, addig nincs olyan ország a világon. Egyetlen ország sincs. Ebben most bele kell venni még Kínát is, amely ugye mégiscsak a saját útját járja, és nagy ország, tehát megvan a joga ahhoz, hogy saját útját járja. Ki tudja harcolni magának. És más országok, például a ma a földről fölállt Oroszország. Nincs ország a világon, ahol ne lenne korrupció. Mert ennek a korrupciónak a magánpénzrendszer az igazi forrása, mert a magánpénzrendszer lehetővé teszi egy igen szűk államok feletti hatalmi csoport számára, hogy tulajdonképpen a világ népeinek az élősködője legyen, parazita módon éljen azáltal, hogy ő a levegőből állítja elő a pénzt, és ezt munkáért adja oda a világ népeinek használatra. Mert a pénz ugye közvetítő közeg, ma még a világpénz szerepét a dollár tölti be, a dollárt a levegőből állítja elő, ez a hatalmi elit a saját magántulajdonában lévő bankokkal. Most ennek a részleteit nem mondom, de azt akarom mondani, és ez a válasz, hogy amíg egy ilyen pénzrendszer működik, amely automatikusan naponta
csoportosítja át a munka eredményét egy szűk államok feletti pénzuralmi arisztokrácia vagy oligarchának a zsebébe, addig a pénzrendszer tulajdonosai a korrupció legváltozatosabb formáival konvertálják át politikai döntésekké a pénzügyi fölényüket. Tehát meg kellene szüntetni, hogy az értékelőállító termelő gazdaság, vagy mondjuk úgy általánosabban a termelő kapitalizmus felett ne a parazita pénzkapitalizmus uralkodjon. Ez a parazita pénzkapitalizmus uralkodik, és ennek egy elidegeníthetetlen tulajdonsága nem kiküszöbölhető törvényszerűsége, hogy a pénzbeli fölényt korrupcióval alakítja át politikai hatalommá, politikai döntésé. Na most Magyarország gond van egy bizonyos fokú pénzügyi autonómia azáltal, hogy nem csatlakoztunk az eurórendszerhez. És ez lehetővé teszi, hogy bizonyos fokig a monetáris szuverenitás megmaradjon, és az ország, amíg maradék szuverenitását őrző ország, ezt a saját gazdasági fejlesztésére fordítsa. De ez nem jelenti azt, ez nem jelenti azt, hogy nincs korrupció. Mert itt is a pénzügyi szektor uralkodik a gazdaság. Csak egy példát mondok rá, és akkor átadom a szót, ez pedig az, hogy igenis, én áttanulmányoztam, hogy itt volt ez, az a csalás, amit a bankrendszer egésze, amely azonban csak részben van magyar tulajdonban, sőt, ami magyar tulajdonban van, az sincs magyar tulajdonban. Tehát a bankrendszer egésze egy kolosszális, erkölcstelen csalást hajtott végre. Ez volt a devizahitelezés. És az a nemzeti kormány, amelyik ma is irányítja a hatalmat, a kormányhatalmat, mert nem az egész hatalmat, csak a kormányhatalmat, az megpróbálta ezt úgy lerendezni, olvastam az eredeti dokumentumot, hogy az egészet le akarták állítani, és teljes mértékben kárpótolni akarták a devizahiteleseknek a károsultjait. De ekkor az egész nemzetközi pénzrendszer óriási nyomást gyakorolt a kormányra. Ugye a bankok nem károsodhatnak. Így van. És ezért egy ilyen felemás, szerintem rossz és erkölcstelen megoldás született, aminek hát majd látjuk a következményeit, bár történnek lépések az enyhítésükre, de van, amit már nem lehet kijavítani, mert igen sokan öngyilkosok lettek. És még mindig sokan vannak, akiknek az otthona veszélybe van. Rettegnek a holnap. Akiknek veszélybe van az otthona. Tehát itt sokkal jobb lett volna, ha ellenáll a kormányzat, de úgy látszik, hogy ehhez nem volt elég ereje. Vére tökében. Nem volt elég. Tehát erre ezt tudom válaszolni. Ugye az jutott nekem eszembe, ugye többször átbeszéltük már, hogy bárhol a világon, aki önálló pénzkiadás jogába próbált keveredni Amerikába, Európában, Németország, stb., azok abban a pillanatban a világ ellenségei lesztek kikiáltva, és egyszerűen lehetetlenség volt a működésük, mert aki nem hajlandó nekik kamatot termelni, illetve nem hajlandó az ő pénzüket használni, az egyszerűen világellenség lesz. Ugye ezért óriási probléma, hogyha nem dollárba, hanem más pénznembe próbálnak az emberek keresni, nem menjünk be kataféig, stb. Hogy Magyarország pénzét sem. Ugye meg régi időben, nem tudom, Moszkvában nyomták, de szerintem mit nyomták a magyar pénzverdébe a papírpénzt, de most az Európai Központi Banktól vásároljuk ugyanúgy a saját pénzünket. Tehát ez a pénzügyi függetlenség, ez igazából hihetetlen, még Oroszország is központi banktól veszi át a pénzét. Alig van talán Kuba, aminek nincs központi bankja, talán Szíria volt még,
úgy szintén, de láttuk, hogy micsoda óriási dolog lett. Tehát totálisan az egész világot ilyen szempontból leblokkolták már, és ugye, amíg minden film arról szól, hogy te pénzt csináljál, és az egész emberi fej, az agya arról szól, hogy pénz, a pénz a mindenhatóság, stb. Ebben a világban mindenki elkurvult, csak már az áron vitatkozunk. És ebből való kilábalás meg tényleg az emberek felébredésével kéne, hogy működjön, de térjünk vissza egy kicsit Trianonra. Ugye tudjuk a történelmi körülményeket, ha lennének mostani felelősök, akkori felelősöket, akik most felelősségre lehetne vonni, vagy megkérdezni, miért azt csinálták, ha a magyar szabadkőművesség már akkor is regnált, hogy nem volt semmilyen szerepe abban, hogy Trianon valamilyen más döntés hozott, hogy voltak ilyen erősek a csehek, ezt is tőle tudjuk, a franciák, a románok milyen módon tudtak ilyen módon nagyon csúnyán beleszállni ebbe a dologba, de igazából ez csak egy kicsi rész lenne a kérdésemnek. Itt és most, ma, 100 év múlva milyen lehetőség lenne bármilyen revízióra, mert hogy ünnepeljünk, arra nem sok idő van, a revízióra, meg milyen történelmi lehetőség, amit most mi ebben a pillanatban nem látunk, de milyen történelmi szituáció lenne arra, hogy bármiféle revízió történhessen ez ügyben? Ha abba gondolkodunk, hogy minimálisan mégis mit kellene tenni, az egyértelműen erkölcstelenül hátrányosan megkülönböztetett magyar nemzettel szemben milyen erkölcsi elégtétel, akkor a minimum az, hogy ki kellene mondani az igazat, és legalább egy vagy két egyetemet vissza kellene adni az elvett magyar egyetemekből, és ehhez hasonlók. Ehelyett látjuk, tovább folyik a történelemhamisítás, a legendák, mitoszok és a kifejezetten történelmi hazugságoknak az ismétlése, sőt olyasmi is van, hogy törvényjavaslat született Bukarestben, a bukaresti parlamentben, hogy június 4-én legyen román nemzeti ünnep. Tehát itt tartunk. Nos, ha bármilyen szerény erkölcsi elégtéltet, vagy bármiféle korrekciót akarunk, akkor az első, amire válaszolni kell, hogy kik követték el ezt a szörnyűséget a magyar nemzettel szemben, mert ez ellentétben a nemzeti összetartozás kifejezéssel, ami egy pozitív dolog, ami egy örömre utal, hát összetartozunk. De ez is egy hogy úgy mondjam, bennem rendkívül rossz érzéseket keltő hamisítás, mert ez a nemzeti gyászban, a legnagyobb nemzeti tragédia elszenvedésében való összetartozás jelenti, és ha ezt én nem hozom, nem mondom hozzá, akkor a végén még örömünnep lesz július 4-éből, a magyar történelem leggyalázatosabb napjából. Na most miért volt olyan gyalázatos ez a nap? Hát azért, mert egyedül Magyarországgal szemben az államok feletti nemzetközi erők, történelemformáló erők, egyedül Magyarországgal szemben nem alkalmaztak semmilyen nemzetközi jogelvet. Nem alkalmazták a történelmi elvet, nem alkalmazták az etnikai nemzeti elvet, nem alkalmazták az önrendelkezést, semmit. Az égvilágon semmilyen nemzetközi, tehát egy velejék, hazug, igazságtalan, erkölcstelen rend. Tulajdonképpen a versailles-i békerendezés egészében, amelynek csak egy része volt ez a, tehát Párizs környéki békék, így is szokták emlegetni, ugye Versailles az a Párizs melletti királyi központ volt, egy hatalmas park kastélyokkal, és a Trianon palota, nagy és kis Trianon palota, ennek a parknak egy része, és ugye a nagy Trianon palotába írták alá ezt a gyalázatos békediktátumot. De itt arról van szó, hogy ezek a békeszerződések
egyértelműen bebizonyították, amit még a nagy háború kezdetén nem lehetett látni, hogy megváltozott a nemzetközi jogrend. A korábbi vesztfáliai jogrendet, amely ugye a 30 éves háború 1618-1648, és amely még az európai keresztény elvek alapján rendezte az államok kapcsolatát, és mellőrendeltség, minden áramszuverén, stb. Mindent, háború jogát mindent félretett, és ehelyett a teljes erkölcstelenséget vezette be a nemzetközi életben, a teljes nihilt, tehát tulajdonképpen az államok feletti magánhatalom, amely a háborút kirobbantotta, itt mutatta meg az igazi, gyűlöletes, embergyűlölő arculatát. Miért gyűlölnek meg minket ennyire? De nem, de itt a magyarság csak az egyik, amelyik a legnagyobb pofont és a legnagyobb, de az egész világ kapta ezt a gyűlöletes arculatot, mert ne feledjük el, hogy hát ez az első világháború, mely utólag lett elnevezve, ez valójában egy nagy háború volt, amely nagy háború ma is tart. Utólag az első periódusát elnevezték első világháborúnak. Utólag a második periódusát, amely egy ilyen szükségszerű következménye volt az elsőnek, mert az úgy lett befejezve, azt meg elnevezték második világháborúnak. Az azután következő periódust, mert az igazi cél, hogy nyírja ki Németország Oroszországot, Oroszország meg nyírja ki Németországot, vagyis mind a kettő vérezzen el, és mi államok feletti hatalom legyünk a nevető harmadik. Ez valójában 45-ben nem ért véget, mert csak a németek kinyírása történt meg. Az oroszok földre fektetése 89-90-91-ben történt. Akkor fektették őket a földre. Mert ez a hatalom, amelyik valójában a második világháború, az a hidegháború végével fejeződött be 1991-ben, amikor földre fektették a Szovjetuniót, ugye? Na most, de a nagy háború ezzel se ért véget. A nagy háború ma is tart, és a régen kidolgozott stratégia szerint most folyik Európa vazalusi státuszának a véglegesítése. Európának önálló akarata nem lehet, ezért nem lehet saját hadserege, saját hadsereg nélkül nincs önálló akarat. Nem lehet saját érdekérvényesítése, Európa végleg vazalus lesz, és ez a vazalusi státuszhoz tartozik az is, hogy be kell telepíteni afrikaiakkal Ázsia, ami meg lett tervezve több mint 100 évvel ezelőtt. Például Kudeove Kalergi könyvében 1925-ben a praktischer idealizmusban le van írva. Hogy Európába egy olyan színesbőrű faj, kevert fajnak kell lépni, aminek az egyiptomok voltak a fáraók idején. És ez tartozik egy szinkretikus kevert vallás. Erre ez az államok feletti hatalom egy jezsuita szabadkönyvest odarakott a Vatikánnak a élére, mert azért a tényekhez ragaszkodjunk, aki ráadásul egy brit szabadkönyves páholyba lépett be, még akkor, amikor Buenos Airesben volt főpap. Tehát szabadkönyves, ugye, jezsuita, ami eleve a pénzuralmi világrendnek az a beépített hálózata volt, amely biztosította a katolikus egyházon belül. Tehát a jezsuita rend, ez nem azt jelenti, hogy minden jezsuita szabadkönyves volt, meg mindegyik bankár, nem. Ott is voltak, igenis voltak, nagyon is tisztességes emberek. De a vezetés mindig ez. És akkor visszatérve ugye Trianonhoz, tehát ez a bizonyos nagy háború, ez ma is folyik, mert most történik Európa betelepítése, és egy szinkretikus, kevert vallású, kevert kultúrájú, az önazonosság tudatát elvesztett, zavart tudatú lakosságnak
és ez nem menne a szabadkönyvesség nélkül. Ezt a szabadkönyvesség hajtja végre, és ahol a szabadkönyvesek a legerősebbek voltak mindig is, mert már Bernadotta ott a Svédországban szabadkönyvesek, már azok, akik elmentek Napóleonhoz, hogy a Bernadott marsalt adja oda királynak, elegette, már azok szabadkönyvesek voltak. Na most, ahol korlátlan szabadkönyves hatalomgyakorlás van, lásd Svédország, ott ez a betelepítés elment az idiotizmusig. Gyilkolják, erőszakolják a svéd nőket, és ráadásul még ezt nem is szabad a tömegtájékoztatásnak közreadni, vagy a rendőrségnek jelenteni. Titokba kell tartani. A szabadkönyvesség az idiotizmusig eljutott Svédországban. Teljesen degenerált, teljesen morbid, teljesen dekadens. Nem tudok másra mondani. De ebbe az irányba mozdult el Németország is. Mert Németországban is már az én időmben, amikor én még a Szabad Európa Rádiónál voltam vezető program szerkesztő, nekem úgy megsúgták amerikaiak, a felső vezetők, hogy ha ide megyek, meg oda megyek, Mr. Drábik, vegye tudomásul, hogy ott is szabadkönyves a főszerkesztő, meg itt is szabadkönyves, és ennek megfelelően járjak el. Van egy kis kérdésem. Ugye, és igen? Ez csak azért lényeges, mert a szabadkönyves felügyelet Németország felett ma erősebb, mint valaha. És ez a nagy nemzet, ettől meg van tagadva az a jog, hogy legyen saját történelme, saját kultúrája, és egyáltalán egy nemzetnek érezhesse magát. Ugye első az láss francia események pár évvel ezelőtt, hogy az iszlám valláshoz tartozóak először a zsinagógákat és a zsidó közösségeket támadják. Tehát ugye megint ugyanarról szól a dolog, hogy beáldozzuk azért a saját hitközösségünk tagjait, majd később ez nekünk majd mit tudom, eredményt fog hozni. Ez egyik, a másik az, hogy én arról még nem beszéltem veled, hogy amikor elmentetek Párizsig gyalog, mi volt az az egész sztori Trianon kapcsán, és mi volt ott az eredmény, amikor ott elmondhattátok azt, amit szerettetek volna. Hát itt most nagyon különböző dolgokat igen, mond. Az előző... Ez mindig megzavarja, hogy melyik irányba menjek. Az előzőt le tudjuk zárni, és utána visszatérnénk Trianonhoz. Tehát az előző az egy teljesen más téma. Itt ugye, és egy nagyon kínos téma, mert ugyanis arról van szó, hogy a zsidó népnek az uralkodó része, amely kezdetben a papok voltak, most is komoly szerepe van a rabiknak, azok mindig bizonyos, tehát az uralomnak az első rendszerét a saját népük felett kellett, hogy kialakítsák. És a saját népük feletti kontrollhoz az is hozzátartozott, hogy akik nem álltak úgy be a sorba, vagy az ő hatalmuknak nem voltak, hogy úgy mondjam, nélkülözhetetlen előfelt, beáldozták őket. Hát azért ez a második világháború előtt is itt volt. Hát miért volt az, egy konkrét zsidókat menekítő hajót nem fogadnak be New Yorkba, elküldik Palesztinához, ott meg az angolok elsüllyesztik zsidókkal, és ez a második világháborúban 500, van, és nem a németek. 500 német márkát kértek emberenként. Na most ugye, tehát itt arról van szó, hogy mindig is volt egy olyan dolog, hogy bizonyos, a zsidóságnak egy bizonyos részét tulajdonképpen a többi tehát a megmaradt zsidóság javára, hogy annak ilyen-olyan előnyök biztosítva legyenek, bizonyos részét beáldozták. Ez nem egy szép tulajdonsága, hogy úgy mondjam, a Talmudnak, de ez is a Talmud alapján történik, tehát ezért rendkívül, ha meg akarjuk érteni a dolgokat, és nem tanulmányozzuk a Talmudot, soha nem fogjuk rendesen megérteni. A Talmud az ismereteknek, a világtörténelmi ismereteknek egy elengedhetetlen előfeltétel, de menjünk tovább. Tehát igen, bizonyos fokig, igen, közreműködött a zsidóság is abba, hogy azok a zsidók, akik jók a lendő
izraeli állam számára azok menjenek ki, vigyék a vagy együtt működtek a nácikkal, egy bizonyos része, és elsősorban az a része, amelyik inkább hajlamos volt az emancipáció alapján arra, hogy beolvadjon, hogy a vendégfogadó nép részé, azok meg úgyis beolvadtak, úgyis elveszítettük őket. Hát akkor nem olyan nagy veszteség tőlük megszabadulni. Tehát tulajdonképpen az asszimiláns zsidóság az ahhoz került, én nem azt mondom, hogy az egész, de egy részét igenis tudatosan oda sorolták, akik feláldozhatók. Ez egy nagyon kényes kérdés, nagyon, nagyon csinyán kell belevánni. Én azért mertem még ezt a pár mondatot is elmondani, mert már rengeteg írást elolvastam, és megmondom, milyen írást. Mert ugyanis zsidó kérdéshez az, aki nem tanulmányozza a legkiválóbb zsidó szerzők írásait, annak azt tanácsolom, hogy ne szóljon hozzá. De én például csak úgy, hogy egy pár nevet megemlítsek. Hát én Izrael Sahakot tanulmányoztam. Ariel Toafot, aki a római rabbinak volt, és ma is egyetemi tanár. Akkor Izrael Shamir. Akkor van egy Ron Unz nevű milliárdos, amerikai milliárdos, aki azzal lett milliárdos, hogy ő eleinte, mikor elvégezte a nagy egyetemeket, informatikus, azzal csinált milliárdot, de utána ez már nem érdekelte, és megcsinálta a világ legnagyobb archívumát, elektronikus, tehát a világ legnagyobb archívumával Ron Unz rendelkezik. És Ron Unz ebből az óriási archívból olyan írásokat tesz le az asztalra, amelyek én még ennyire pontosan dokumentált írásokat zsidó kérdésről, zsidó által írottan még nem olvastam, mint amiket Ron Unztól olvasok. És mivel én ezt megtettem, ezért merek néhány ilyen mondatot mondani a te kérdésedre. De most volt egy mondatod, hogy hogy a nácikkal korrabuláltak című dolog, és én a magyar zsidóság, ugye nagyon fáj ez mai napig, és méltán fáj, mert Európából a legtöbb zsidót innen vittek el Magyarországról. 1 milliót akartak, de 700 ezer lett belőle. Ha rosszul mondom, légy szíves, majd javítsál ki. És létrejött ez a Noé bárkája című vonat, amikor 1780 zsidót, aki le tudott 2000 dollárnyi pénzt, vagy aranyat, vagy bármi értéktárgyat tenni, akkor ezeket szépen kimenekítették Svájcon keresztül, és én aláírom azt, amit te mondasz, hogy azt a 700 ezeret is meg lehetett volna menteni, ha erre van szándék, de ha asszimilálódtak, most ebből a gondolkodásmódban viszont a németekkel meg lehetett úgy egyezni, a nácikkal, bocsánat, nem a németekkel, hogy azért egy kis csoportot mégis a zsidóság elitjét meg kimenekítették az országból. Tehát én csak aláttámasztani tudom. És aki ezt megszervezte, azt az ügyvédet Izraelbe zsidók meggyilkolták. Herr Braunról beszélünk. Igen. Már most több kiről? Braunnak hívták. Én nem őről. Nem, igen? Na mindegy. Igen. Amit mondani akarok, Magyarországról nem vittek el annyit. Tehát az a szám, amit mondasz, az túlzás. A helyzet az, ahol tart ma a tudomány, és amit Jadvasember is elismernek, az egy jóval kisebb szám. És ne feledjük azt, hogy amikor előkerültek a pontos dokumentációk Moszkvába a szovjet rendszer összeomlása után, akkor azt a 4 millió néhány százezeres táblát Auschwitznál le kellett szedni. És ma egy olyan tábla van kint, hogy 1 millió néhány százezer. Jézus. Na most, tehát 3 millióval kevesebb. És az összszám volt, amikor még megvolt a 3 millió, az összszám volt 6 millió. És most, hogy a 3 millió az biztos, hogy nem, mégis maradt a 6 millió. Tehát itt tudnunk kell, hogy a 6 millió, tehát 6, 60, 600, 6000, 600 ezer, 6 millió, ezek szent számok. Ron Unztól, az előbb említett Ron Unztól tudom,
hogy már az első világháború után 6 millió zsidó áldozatról beszéltek. Nem a második, az első. És miért pont 6? Mert a 6 az a kabala alapján az a zsidóság szent száma. 6 millió az egy szent szám. Tehát azt mondod, hogy jóval többet írogattak, mint ami valóban... Ez a szent számot írták. A szent számot írták. A szent számot írták. És azután kell holokauszt pénzeket. Nem, a pontos számot a Jadva sem tudja, mert az viszont név szerint, adatok szerint, és ott nem lehet mellé beszélni. Ott a Jadva sem tudja a pontos számokat. Uh-huh. És ezért a hiteles, amit el kell fogadni, az a Jadva semnek a számai. Kész. Ezt tudom erre mondani. És én mondom, hogy én zsidó kérdéssel kapcsolatban zsidó szerzőket olvasok, és zsidó szerzők alapján alakítom ki a véleményemet. Pontosan azért, mert Magyarországon olyan helyzet is van, hogy kimondod ezt, hogy zsidó, az egyenlő azzal, hogy antiszemita vagy. Pedig nem mondtál semmit, csak az, hogy zsidó. A szót mondtad. Kész. Kimondtad a szót. De a szó kimondása már rossz hatást vált ki. Kiválthatja azt, hogy te rád aggassák, hogy te antiszemita vagy. Holott, ha én azt mondom, hogy magyar, én azt nem tekintem egy ellenséges, bár lehet ellenséges tartalommal is mondani, hogy magyar. Na már most... Visszatérve tehát erre a kérdésre, hogy Trianonra, hogy ez hogy függ össze, ez bizony úgy függ össze, hogy az államok feletti erő, amely nem csak azt ért el, hogy kirobbantotta ezt a nagy háborút, amit még egyszer mondom, ma is tart, ma a negyedik fázisa van, és ez a negyedik fázist úgy is lehet értelmezni, hogy lényegében azt, amit a magyar történelmi állammal és a magyar nemzettel tettek, azt ma tulajdonképpen egész Európa összes valamennyi őshonos fehérfajú népeivel akarják megcsinálni. Tehát de ugyanarról a történelem formáló erről van szó, erről a diaszpora kvázi világállamról van szó, amely azért robbantotta ki a nagy háborút, mert megerősödött, mint az inkubátorban a British Commonwealth, tehát a brit világbirodalomban, és úgy érezte, hogy már elég erős, hogy átvegye a világhatalmat, de útban volt az a Németország, amely 1871-ben létrejött, és amelyre az első számú ügynöküket, harmadik Napóleont ráuszították, de vereséget szenvedett, és létrejött egy olyan német állam, ugye Otto von Bismarcknak a vezetésével, hát volt ugye német császár, de azért ennek a német államnak az igazi megteremtője az Bismarck volt, és ez a Bismarck egy olyan erős német államot hozott létre, amelyet ugye nagyon nem akart az osztrák-magyar monarchia se, sőt háborút még nem volt osztrák-magyar monarchia, csak monarchia, és a Habsburgok ugye háborút indítottak Németország ellen, de azt ott is győztek. És ezután gyengült meg úgy a Habsburg dinasztia, hogy 1861-ben megcsinálták a kiegyezést. Na most, ez úgy függ össze Trianonnal, hogy valójában a nagy háborúnak az igazi célja Németország megsemmisítése volt. Mert itt kétféle kapitalizmus is ütközött. Mert időközben a British Commonwealth-be, amely teljesen a pénzoligarchia uralma alá került úgy, hogy az vérségileg is összeházasodott a történelmi földbirtokos brit arisztokráciával, és egy ilyen vegyes hatalmi struktúra jött létre. Ez áttért a pénzuralmi kapitalizmusra, mert a pénzuralmi kapitalizmusban a pénzt úgy lehet
forgatni, hogy nem 3-4% egy évbe, hanem lehet 15-20 vagy még többet csinálni. Na most, ezzel szemben a Bismarcki Németország az a termelő kapitalizmust részesített előnyben, és mivel egy óriási tudományos technikai forradalmat indított be, a német reálgazdaság elképesztő módon rakéta gyorsasággal fejlődött, és már a századfordulóra a Fanfarendrev, ugye külön nevet is adtak neki, erre a korszakra beérték Nagy-Britanniát, sőt kezdték lehagyni. És ezért úgy döntött ennek a világbirodalomnak az elitje, amiből lett a mai globális hatalmi elit, hogy Németországot elpusztítja. És ehhez kellett neki megszervezni, 20 évig dolgozott rajta, hogy részben ugye főpróbát csináltak, mindegy, megszervezték a Antant Kordiált, aminek ugye Anglia volt a kezdeményezője, maga ugye 7. Edward, és Franciaország, és megnyerték mestermunkával Oroszországot. Na most Oroszországra azért is szükség volt, mert Németországnak a szárazföldi erejét nem lehet csak Franciaországgal. Angliának szárazföldi ereje az meglehetősen gyenge volt, ők a tengeren erősek. A haditengerészetük volt az első a világon. És ezért harapófogóba kellett fogni azt a Németországot, amely ekkor már tehát a kontinentális Európa első számú hatalma volt. Na most Oroszországgal ugye több problémájuk is volt. Az első, hogy a cári rendszer nem engedte a Szajréhoz oda őket. A Szajré alatt értem Szibériának és Oroszországnak a szinte végtelen nyersanyag kincseit. Nem engedte oda őket. És azon kívül ráadásul az ott élő zsidóság egy zárt területen élt, ami hát nem volt olyan kicsi, mert franciaországi terület volt, de mégiscsak egy zárt területen, és óriási mértékben megindult az iparosodás, és hatalmas népessége volt, tehát itt állt a küszöbön egy 500 milliós világhatalomnak a létrejötte, és nekik elég volt az államok feletti diaszpora oligarchának, elég volt megszerezni az ellenőrzést pénzügyek révén az Egyesült Államok felett. Most még egy Egyesült Államok itt, Európában, na ezt tehát úgy döntöttek, hogy a németek intézzék el oroszokat, az oroszok meg intézzék el a németeket. Vérezzenek ki. És ehhez az oroszokra mértek egy óriási csapást Japánnál, ugye? Mert rájöttek, hogy Anglia nem tudja megcsinálni innen. Hát akkor Angliának a távol-kelet Angliája legyen Japán, igen, de Japán nincs felfegyverkezve. Ezért eldöntötték azt, rábeszélték a japán kormányt, hogy bocsásson ki államkötvényeket, és azt nagyon jó áron a Wall Street, Jacob Schiff, a Rothschild háznak a első számú Egyesült Államok beli embere, és az általa irányított pénzügyi körök fölvásárolták óriás, dőlt a pénz Japánba, amiért Japán egy hatalmas hadiflottát épített föl Angliába. Tehát a pénz ment Angliába, és megszülettek a legmodernebb japán hadihajók, és ezek a hadihajók, mikor elkészültek, utána meg rábeszélték Japánt, hogy amikor megy oda távol-keletre az orosz flotta, akkor támadják meg. És hadüzenet nélkül megtámadták őket ott Csuzimánál, ugye, és elsüllyesztették a zömét, nem az egészet, de a zömét, és csak azután jött a hadüzenet, hogy a hadiflottát lényegében már megverték. Jó, hogy még Port Arthurnál, meg egyébként még folytak a harcok. És ezzel elérte az Angliát ekkor már egy titkos kormánnyal is irányító államok felett elit, mert Angliának volt parlamentje, Angliának volt kormánya, de volt
egy államok feletti kormány, Alfred Milner volt a vezetője, és William Stead volt egy másik vezetője, majd megmondom, mit csinált, volt Lord Escher, volt Nathaniel Rothschild, és a külügyeket az a Velszi herceg csinálta, aki mikor 1901-ben meghalt Viktoria királynő, ő lett hetedik Edward. És ő volt, aki az Antantkor, mert ő intézte a külügyeket. És lényegében ő volt az utolsó brit uralkodó, az utolsó, utónál már nincs, akinek még tényleges hatalom volt a kezéje. Mert az utódai, azok már csak díszítő ornames. Valahogy be kéne ezt ilyenonnal fejeznünk meg. Befejezem. Miért mondtam el ilyen részletesen? Na. Azért, mert Trianont nem lehet azzal magyarázni, hogy volt Mohács, meg volt a kiegyezés, meg volt a ilyen-olyan-amolyan elítélendő nemzetiségi politika, meg aztán volt egy háborús úszító Tisza István, mikor ma már tudjuk, hogy Tisza István volt, aki ténylegesen ellenállt. Egy hónapig tudta tartani a frontot, de ne felejtjük el, hogy Magyarországnak nem volt sem külügyekben, sem pénzügyekben, sem honvédelmi ügyekben önállósága. De mivel mégis a monarchia társországa volt, tehát nagy szava volt, annyi szava volt, hogy egy hónapig húzni tudta. Ez azért fontos, mert ha nem tudjuk, hogy kirobbantotta ki Trianont, akkor azt se tudjuk, hogy hol kell keresni ennek a Trianonnak a revízióját. Hol kell találni olyan erőket, akiknél korrekciót tudunk kiharcolni. Mert most 2020-ban, amikor a V4-ekkel való együttműködés nagyon fontos, pontosan azért, hogy Európa végleges vazallusi státuszba való leszorítását megakadályozzuk, most nyilvánvaló, hogy nincs értelme teljesen megalapozatlan területi igényekkel előállni, amely mellé semmilyen szövetséges nem tudunk találni. Tudomásul kell venni, hogy Magyarországnak, a magyar nemzetnek egyetlen egy szövetségese van. De az nem valami fizikai hatalom, bár azzá is válhat, és ez az igazság. Tehát nekünk 100 év után ki kell mondani az igazat, hogy kik csinálták háborút, nem a magyarok csinálták. És milyen aljas indokok, a legaljasabb szerzésvágy, rablás okozta azt, hogy nálunk, hogy velünk szemben semmilyen nemzetközi jogelvet nem alkalmaztak, hanem bevezettek olyan elveket, hogy ja, itt megy a vasúti szín, ja, meg itt folyik a Duna, akkor ezek legyenek a határok. És még ez azt is hozzá kell venni, és ez egy nagyon fontos téma, hogy ugye itt valakik hatalomra segítették a bolsevikokat, a magyar bolsevikokat. És azoknak a 90%-a zsidó volt. Tehát igenis ki kell mondani, sőt már a Károlyi kormányban az a bizonyos Jászi Jakubovics Oszkár, szabadkőműves főmester, aki a Martinovics Páholynak volt a vezetője, ebből a Páholyból 4 miniszter is volt a Károlyi kormányban. És a Károlyi kormány idióta, pacifista politikáját, amely mikor mindenki már fegyverkezik Magyarország körül, ők arra fektetik a hangsúlyt, hogy a frontról Bőn Vilmos szerint hazatérő 1.200.000 katonát olyan gyorsan leszereljék, ahogyan lehet, és itt maradt hetek múlva fegyvertelenül az ország, persze azért, mert meg akarták dönteni a keresztény történelmi Magyarországot, mert ez a hazai zsidóság, amely akkor már megszerezte a gazdasági élet feletti hegemóniát. Ő irányította a pénzrendszert, a szellemi élet is hozzákerült, nem csak a szabad foglalkozások, hanem az iskolarendszeren belül meg akarta szerezni a politikai rendszer irányítását is, mert úgy érezte, hogy akkor van biztonságban, hogyha nem csak
azok a hatalmi centrumok az övék, amiket felsoroltam, hanem a politikai centrum is az övé, mert bizonyos fokig félt a történelmi Magyarországtól, mert óriási önző kapzsi módon gazdagodott a háború alatt, bár voltak tagjai, akik igenis a fronton harcoltak, de a többség nem volt a fronton, és mindenféle trükkel dögre kereste magát, és félt a felelősségre vonástól. Tehát nekik igenis arra volt szükségük, hogy a történelmi Magyarország és a történelmi Magyarországnak az a katolikus egyházra támaszkodó keresztény alapjai, azok el legyenek tüntetve, hogy egy az ő általuk elképzelt radikális liberalizmus szerinti államrend alapuljon ki mindenféle ilyen zavaros pacifista dolgokkal. Ennek az lett a vége, hogy itt maradt az ország védtelenül, és lényegében ezt tette lehetővé, hogy a csehek elfoglalják a Felvidéket szinte minden ellenállás nélkül, és ugyanezt történjen nem csak Erdélyel, mert nem csak Erdély veszett oda, hanem oda veszett a Párcium, a részek, oda veszett a Bánság, oda veszett a szatmárnémeti Tisza melléke. Szóval ezt, ha nincs egy ilyen réteg, amely mindenáron meg akarta dönteni a történelmi Magyarországot, amelyre szükség lett volna, hogy az országot megvédjék, akkor Trianon, nem azt mondom, hogy semmi nem következik be, de Trianon az, ahogy bekövetkezett, soha nem történt volna meg. Nagyon kemény szavak ezek. Már is láttam, hogy energetikailag fölhúztad magad, és egy gondolatot szeretném is le kell zárnunk ezt az adást, hogy azt nagyon fontosnak tartottam, hogy a V4-eket említetted, hogy ezt a Zsezsinszki által kitalált semleges övezetet őrizzük meg ilyen nemzeti érdekeket felvállaló szövetségként, és ebbe ugye nem túl ildomos Szlovákiával vagy Csehországgal, viszont ugyanakkor ki kell mondani az igazságot, egyetértek, és mivel most már az EU révén legalább a határok eltűntek, tehát aki ott föl kell most Pozsony mellett abba a kis országba, érezze azt, hogy ugyanolyan jogai vannak, mint hogyha itt lenne Magyarországon. Én csak ezt szedtem ebből kihozni, mert most területi revíziókkal megint mit érnénk, tehát az további problémákat hozni, és ma 2020-ban nem ez a feltétlenül megoldás, hogy területeket csatoljunk, hanem az emberi jogokat hozzuk olyan azonos szintekre, hogy a határon kívüli magyarságnak ugyanolyan biztonsága legyen idézőjelben, amilyen nekünk van, és abban igazad van, hogy semmi más, de az igazságot ki kell mondani, és ehhez valóban szükség van nemzeti összefogásra, és arra is, hogy a parlament is ilyen módon, a magyar kormány is ilyen módon álljon ehhez a dologhoz hozzá. Én csak két mondatot hozzá. Elvárnám erkölcsi elégtételként azt, hogy legalább egy vagy két egyetemet visszaadjanak. Hagyják abba az erőszakos nyelvi sovinizmus, tehát engedjenek nagyobb teret a magyar nyelv használatnak. A magyar nemzeti kormánytól meg elvárnám, hogy legyen egy Trianon múzeum, ahol cáfolhatatlan dokumentumokkal van a mi igazságunk megerősítve, hogy már, és ezzel le tudjuk állítani a folyamatos történelem hamisítást, a legendák és a mitoszoknak és a hazugságoknak az oktatását, és hogy ez a Trianon Múzeum legyen meg digitális formában is, legalább angol nyelven, vagy más világnyelveken is, és esetleg a szomszédos országok, tehát a jogutód államoknak a nyelvén is, mert ez végül is valóban egy erkölcsi elégtétel tudna adni a teljesen méltánytalanul meghurcolt magyar nemzetnek és megcsonkított Magyarországnak. Nagyon szépen köszönöm, ez volt az átszó, és nagyon köszönöm, hogy eljöttél. Az energiáid, a vehemenciád az semmi nem változott. Talán még egy kicsivel most szókimondóbb vagy, mint korábban, de nincs hova hátrálni, tehát ez a 2020-nak a jelszava, és ezek még mindig ugyanazok, most Raffai Ernő professzor úr szavaival élek, akit nagyon nagy szeretettel várunk ide a VNTV-be, és
És igenis, az igazság felszabadít. Hogy tudjuk az igazságot, akkor teljesen másképp nézünk már a dolgokra, és talán nem olyan könnyű lesz velünk megetetni a sok hülyeséget. Köszönöm, hogy itt voltál, köszönöm kedves nézőknek, hogy ezt a nem rövid műsort is végignézték velünk, és higgyétek el, egy új szövetségre van szükség, ahol egyenlő nemzetek, egyenlő fiai a szeretet és a béke jegyében élik tovább az életüket. Ez nem a leszerelt pacifista hadsereg, amiről János beszél, de ma már nem a fegyverekkel küzdik a háborút, hanem a fejen és a gondolaton keresztül, a médián keresztül manipulálva a bankok által rabláncra kötött emberiségnek kell felszabadulnia. És egy olyan gyönyörű, családos világunk van, mindenünk megvan már, hogy békében, egészségében éljünk, és még mindig fegyverekre költjük a legtöbb pénzünket. Köszönöm, hogy erre nem mondasz semmit, én búcsúzom önöktől, viszontlátásra!